vezetés új megvilágításban. Több évtizedes tapasztalat, gazdag referencia, kivételes géppark, akár extrém bontásokhoz is. Bontás az építés szolgálatában. Landbau Kft. Számos autófényező üzemben az Industriplan Kft. Készítette a fényezőműhelyt. Többek között a Schiller Opel, a Duna Auto Zrt., valamint a repülőgép alkatrészek felületkezelésével foglalkozó Aeroplex Közép-Európai Kft. A Dino Sporthíradó szakmai partnere, a Magyar Taekwondo Szövetség támogatója, a KVON. Sportosat. Híradónk vendégei a Gerész Rally Team versenyzői, azaz Gyöngyösi Marcell pilóta, valamint a navigátora Kollár Károly. Szervusztok, hát elkezdődött a 2016-os rally szezon, és hát nektek elég jól kezdődött, mert ha jól tudom, a Rally 2-ben ugye ott versenyeztek, és pályafutásotok első dobogós helyét sikerült megszerezni. Szia, köszöntöm a kedves nézőket. Hát annyiban pontosítanálok, hogy nekem az első, akkor ezt már tapasztaltam. Navigátor neki volt már jó pár dobogós helyezése, de a többi a stimmel. Mit vártál ettől a rally versenytől, ettől az idei szezontól? Hát igazából... Ugye tavaly kezdte. A szezontól annyit, hogy végigcsináljuk a szezont, ettől a versenytől pedig nem túl sokat, mert ugye vasárnap volt a verseny, és csütörtök estére, éjszakára állt össze úgy az autó, hogy egyáltalán tudtunk vele menni, ki tudtuk próbálni, egy kicsit beállítgatni. Úgyhogy itt az Egerri Rallyn is annyi volt a célkitűzés, hogy próbáljunk meg végigmenni, minél több kilométert menni, minél több tapasztalatot szerezni az autóval, egymással. Tavaly akkor nem Károly volt a navigátor? Nem. Ismerjük egymást régen, meg jó viszonyban vagyunk régóta, de külön utakat jártunk eddig ezen a sporton. Károly, akkor te tavaly más pilóta mellett navigáltál? Így van. Tavaly első osztályban navigáltam egy Mitsubishi-ben, és idén meg. Itt a Marcival a Rally 2-ben próbálunk előre. Na, és hogy átjöttél a Rally 2-be? Ráadásul még egy tapasztalatlan pilóta mellé. Elnézést, de ugye ez még... Nem, persze, ez teljesen helytálló. Ez... Hát ennek igazából anyagi okai vannak, másrészt meg időbeli okai, mert nagyon sok időt elvett a Rally 1, mint felkészülés szempontjából, mint verseny szempontjából, ugye mert ott már csütörtök hajnalban vagy szerdán leutaztunk, ott 4 napos a verseny, akkor vasárnap éjjel hazaértünk, akkor a hétfő is úgy sikerült, ahogy sikerült. Itt meg igazából csak 2 nap az, amit elvesz, mert szombat-vasárnap, és így időben is sokkal jobban be tudom osztani a dolgaimat. Ugye jól tudom, akkor tavaly kezdted, és tavaly valami mindig közbe szólt neked. Tehát nem sikerült igazából végigmenni. Technikai problémák, igen, úgyhogy azért is örültem annyira, most hogy... Most meg sikerült, és ráadásul harmadik is lettél a 5-ös kategóriában. Így van, sikerült becsusszanunk a végén a dobogó legalsó fokára, úgyhogy ennek úgy külön örültünk, meg nagy élmény volt úgy fölállni a dobogóra, jó idő volt, sok ember volt, tehát igazából egy nagyon jó hétvége volt, meg... Mi így egy csapatba versenyzünk a Hevesi Pistiékkel, ők a Rally Challenge-be mennek, tehát közös a csapat, a szervíz, a szállás, minden. Ők másodikok lettek abszolútba a Rally Challenge-be, úgyhogy igazából egy egész korrekt kis hétvégét zártunk így összességében, úgyhogy minden jó volt. Mondom, az idő is, az autó is, Karasz is nagyon sokat segített így a tapasztalatával, így a ez nem volt esetleg, hogy most sikerült végigmenni, hogy másodon? Hát nagyon nagy szerepe volt benne, igen. Nagyon nagy szerepe volt benne. Akkor vakon megbízom benne. Abszolút. Az autó felkészítésben is nagyon sokat segített, meg most is, úgyhogy köszönöm neki ezért. Akkor most végülis akkor ő a főnök a kocsiban? Nem, megbeszéljük a dolgokat. Tehát úgy szoktam fogalmazni, hogy bármikor ez szóba kerül, hogy ez egy közös projekt, és hogy egy ilyen rangú
partnerek vagyunk ebbe a dologba. Csak így négy szem közt, Karcsi. Néhány dolgot kellett neki mondani, tanítani, hogy azért mit, hogyan kell csinálni? Persze, hát élete igazából azt mondom, hogy első komolyabb versenye volt, mert ugye Fehérváron talán 10 kilométert tudtak menni tavaly, és azért minden sofőr máshogy ír pályát, máshogy kell neki visszadiktálni, mindenki máshogy oldja meg azokat a helyzeteket, amik váratlanul jönnek, mindenki máshogy reagálja le, úgyhogy voltak olyan dolgok, amiket próbáltam így az elmúlt évek során összegyűlt tapasztalatból segíteni neki. Váltásokkal minden rendben volt? Sebességváltásokról? Rendben. Még egy kicsit szokjuk, de amúgy rendben volt minden. Későn kezdted a realizást? Hát elég későn sajnos, mert mindig más volt fontossági sorrendben előtte, család, gyerek, anyagi dolgok. Honnan jött akkor az ihlet, hogy neked meg kell ülni? Ez egy nagyon régi szerelem. Mindig is szerettem, mindig is voltam így versenyzők közelébe, versenyek közelébe, mindig jártunk versenyekre. Úgyhogy ez így egy régi... Kedvenc pályád, mint szurkoló, melyik volt? Igazából Fehérvár. Azért is indultunk el ott tavaly, hogy megpróbáljuk. Az egy csalódás volt akkor? Hát egy picit csalódás volt, de nem volt az sem olyan nagyon vészes, úgyhogy fel tudtuk dolgozni. De gondolom most ez a harmadik hely, ez nagy lökést ad akkor, hogy érdemes csinálni, vagy amúgy is csináltad igen. volna, tehát mindegy, hogy hol amúgy végzel. Amúgy is, igen, ez egy plusz kis dolgot beletett, egy kis plusz adalék a dologba, de mondom, nem ez volt a lényeg, továbbra sem ez a lényeg, tehát szeretnénk minél többet menni, folyamatosan gyorsulni, mindig egy picit rátenni, ahogy mi is összeszokunk, meg az autóval is összeszokunk, egyre jobban megismerjük, mindig időben egy picit szeretnénk javulni, hogy talán valahogy a eleje vagy a középmezőny elejébe valahogy majd odaérni, De nincsenek elvárások igazából, ez a legjobb ebbe az egészbe magunkkal szembe. Élvezzük, nagy társasággal megyünk, főzöcskézünk, jól érezzük magunkat. Hogy fogadtak a többiek rally kettesek? Abszolút jól. Ez egy annyira jó társaság, hogy megy a bandázás, a rajt várakozóba, a szervízparkba, mindenhol beszélgetés. Tehát ez egy hogy bezogtál ezekben a helyzetekben? Vagy akár, hogy fogta a kezedet ne. És... Most ez ott van, ez így működik, oda kell menni ilyenkor. Nem, mert azért úgy nagyjából képben voltam én, hogy mi, hogy működik, több embert ismertem is. Jó, csak hát ha nincs benne az ember, azért... Nem, de kereszt sokkal otthonosabban mozog benne, több embert is ismer, de nem vagyok én sem elveszett, meg amúgy is, hogy állistának egész jól föltalálom magam így az élet minden területén, úgyhogy nem volt ezzel probléma, meg amúgy is normálisan fogadott mindenki, de mondom, ez egy olyan kis közeg, ami egy abszolút, egy pozitíves, egy nagyon szimpatikus, mindenki aranyos, kedves, barátságos, úgyhogy nincs negatív érzés. A startnál, mikor elkezdődött az elsőnél, ott ültetek, és vártátok, ideges voltál? Nem, ott már nem. Amikor így összeállt a kocsi, fölraktuk a trélerre pénteken, lejöttünk, pályaírás, mit tudom én, a vasárnap már nem. Tehát akkor már tudtam, hogy minden összeáll, ki kell csak hozni a kocsit reggel a parkferméből, menni kell, Karesz úgyis tud mindent, mi vagy merre, hány méter. Úgyhogy akkor már nem, megmondom őszintén, akkor már nem. Úgy próbáltam is nyugodt maradni, hogy tényleg az autó egybe maradjon, meg tudjunk menni minél többet. Aztán teljesen jól telt a napunk, hál' Istennek, tehát végig ökörködtük, röhögtünk. Ez, nagyon jól éreztük magunkat. Kocsiban is? Ott, persze. Miközben mentetek? Hát nem verseny közben, etapon meg. Ja, jó, hát azért koncentráltál, hát a kocsiban nem ott ezzelre, hiszen... Próbáltunk, igen, koncentrálni. Mondta, hogy mi, mert értetted is mindig? Abszolút jól. Tehát értetted a, persze, üze, a kódokat, amiket abszolút mondod, jó. Hogy mi, merre, hány tökéletes, méter. Tökéletesen működött a dolog. Na, az jó. Hát egyébként mi volt a cél, hogy karcolás nélkül levidd az autót, vagy... Hát mindenképpen az, ahogy már említettem is, tehát hogy minél többet tudjunk most vele menni, minél jobban. Ezek szerint akkor egy autó van? Egy. Ha törik, akkor... Igen, akkor attól függ, hogy mekkora a törés, mennyi idő alatt tudjuk megcsinálni, de nincs másik, tehát nincs tartalék karosszériánk, nincs tartalék autónk, tehát akkor kell hozzá venni ezt. Ez akkor ez elég sok mindenben meghatározza azt is, hogy milyen stílusban vezettek, nem? Hogy hát, mentek? Megpróbálunk odafigyelni mindenképp. De igazából nekem, én kicsit ezt máshogy látom, mint a Marci, mert nekem a célbaérés volt a lényeg, az mindegy, hogy hogyan most a kicsit megütöttük volna, vagy fölborulunk, de ha tovább tudunk menni, az nekem az volt a lényeg, hogy célba érjünk. Na tessék. Borultál már? Nem.
Hát utcai autóval igen, de versenyen nem egy versenyautóval nem. De már gondolom általános témára a tűzkerességen, úgyhogy tudod, hogy... Ő már volt denevér. Na, szóval akkor jól kezdődött ez a szezon. Hogy terveztétek? Az összes Rally 2 OB futamon elindultok? Igen. És csak itt, vagy esetleg máshol is? Hát igazából van egy titkos vágyunk, egy verseny, amit most nem szeretnék így elmondani, mert babonából, hogy akkor nem biztos, hogy sikerült, de ha sikerült, akkor jelentkezünk, és a kíváncsi vagy, akkor elmondjuk. Károly, ez külföldön, ugye azt mondtad? Ez külföldi lesz, de ugye? Többet én sem. De mondom, ezek tényleg annyira gyerekcipőbe jár ez a dolog, meg annyira sok mindennek a függvénye. Nagyon szeretnénk mind a ketten, aztán majd meglátjuk, hogy sikerül-e. Ha igen, ez egy nagyon nagy hab lesz ennek az évnek a tortáján, de egyelőre még ez nagyon egyes képlékeny. Egyes hírek szerint nagyon sok egykori nagy rall is vesz téged körül, a civiletben is. Igaz ez? Igen, hát viszonylag jó viszonyt ápolok így a Hubival, Hubert Istvánnal, Köller Zolival, Szabó Gergővel, Dudás Kokóval, aki ugye volt az RSB-nek a vezetője sokáig. Igen, tehát van így körülöttem elég sok. Beültél a Hevesi kocsit. Hevesi Pisti, akivel igen. Együtt versenyzünk, egy nagyon, nagyon jó pilóta szerintem, meg nagyon tisztelem. Beültél a kocsiba, ugye régi nagy álmod ugye valósult meg ezzel. Azt kaptad, amit vártál? Többet vagy kevesebbet? Abszolút minimum az, de inkább többet. Tehát élményben nagyon-nagyon jó volt. Szeresen lehet kintről képzelni, akkor hogy milyen valójában? Nem. Szerintem nem. Tehát aki nem volt ebbe benne soha, vagy nem szereti ezt, vagy nem úgy éli át ezeket a dolgokat, szerintem az nem is érti, hogy ez miért jó, vagy minek, vagy tehát én sok emberrel beszélgetek, és nem igazán értik, hogy miért jó, hogy egy rakás pénzért úgymond kockáztatod az egészségedet, az életedet, bármit, de hát mi tudjuk azért belülről, hogy annyira ez nem vészes, tehát azért vannak nyilván biztonsági felszerelések, minden, meg próbálunk azért ésszel ebbe a dologba belemenni. Tényleg, Károly, mert te már régóta benne vagy, vannak újabb változások, előírások, módosultak így most 2016-ban? Van egy-két apró változás, ugye most azt hiszem nem vagyok benne, hanem tavalyi szezontól a bukócső kérdésen ott nagyon sokat szigorítottak. Ott most elég sok autóban nem is felelt meg a cső, meg idén hoztak be. Ilyenkor mi van? Csőcsere. Nem lehet vele igazából más csinálni, újat kell bele tenni, hogy az megfeleljen a cső anyagának, a szabványnak, a konstrukciónak, mindennek, hogy ez működjön. Meg ilyen apró változások vannak biztonsági előrész szempontjából, de azok viszonylag követhetők. Hogy maga a csőcsere, ez egy fontos dolog volt, hogy akkor új dolog. Aha. Mennyi versenyző van most? Sokan vannak Rally 2-ben, úgy összességében most? Mennyire népes? Hát mennyien vagyunk Rally 2-ben? Hát szerintem most ugye szlovákokkal együtt volt, mondjuk ilyen 70 induló környékén volt, azt hiszem 5 vagy 6 szlovák pilóta páros, nekik is. Ez jó, mert akkor összfeelingre azért, hogy jó, hogy sok autó ott van ott. Igen. Tehát viszonylag jó a mezőny, és vannak jó kocsik, meg nagyon-nagyon kvalifikált pilóták jó kocsikkal, úgyhogy van mihez felnőni. Voltak olyanok, akik akkor ismerkedtek meg veled, pilóták, akkor mentek oda, és akkor én vagyok, és akkor te ki vagy. A menés úgy nem nagyon volt. Tehát úgy mindenki tudja másikról, hogy ki kicsoda, meg mit tudom, főleg aki figyeli ezeket, hello, sziasztok, mi újság, jó a kocsi, nem jó, ez van, defektünk volt, nem volt, tehát ilyeneket így megbeszél az ember, akivel jobb viszonyban van, mit tudom én, egy kis poénkodás, egy kis zrikálás belefér, mit tudom én, hogy most így mész, úgy mész, szúrja a hátad a kormány, nem szúrja, mit tudom én, tehát így ennyi. Zrikáltak téged? Mertek téged zrikálni? Nem hiszem. Úgy viszonylag még úgy új arcnak számítok, és úgy azért megfigyelni, hogy mit igen, csinálsz, ilyenkor mindenki csinálod. Figyelgeti, hogy ki nagyjából hova jó, hova nem jó, hova érhet be. Na, ennyi. Hova érhet be? Gondolom, te ebből a harmadik helyből nem akarsz engedni évvégén sem. Nem. Ebből nem. De szerintem ez működni is fog, szóval én úgy gondolom, hogy most így elsőre is tudtunk gyorsasági szakaszra, körről-körre gyorsulni. Szerintem ezen túl fogunk tudni versenyről versenyre, és azon belül is körről-körre gyorsulni. Szerintem jó lesz évvégére. Hogy érzed, miben kellene Marcelnak fejlődnie
ami úgy esetleg úgy döntő lett abban, hogy meg lesz majd év végén is a dobogó? Hát pályát fogunk írni máshogy, azt már most elhatároztam. Megpróbálunk több információt felírni, ugye most megpróbáltunk viszonylag egy egyszerű itinert írni, hogy mennyire fogja tudni feldolgozni az információt, mennyire tud majd odafigyelni rá, mennyire tudja lekövetni. Ez biztos, hogy sűríteni fogjuk, hogy pontosabban precízebben. Ezek szerint akkor ez a nagyvonalú itineri írás, ez bevált, ezt tudta követni akkor. Ezt tudta, úgyhogy ezen... Most már lehet akkor nehezíteni. Igen. Ezen erősítünk egy kicsit mindenképp, és akkor megpróbálunk a féktávokon javítani majd, de ugye az annak a függvény, hogy a kocsihoz hozzá kell szokni, hogy az hogy fog megállni, meg még majd a kanyarsebességeken is. De nyilván az majd az itiner. Ez az Opel, ez mennyire új neked? Mennyire ismeretlen? Mennyire teljesen. Kell megbarátkozni vele? Hát teljesen igazából, ez egy teljesen nulláról épített autó, tehát tényleg teljesen szétszettük, homokfúval lett, teljes karosszéria javítás, és akkor úgy nulláról raktuk össze, tehát minden új benne. Uh-huh. Ez egy pozitív dolog is lehet, hogy ugye nem lesz annyi meghibásodás, vagy reméljük, hogy nem lesz annyi meghibásodás, de emiatt ugye nagyon használni se tudtuk az autót. Uh-huh. És most próbáljuk így évközben így megismerni, hogy van, de jó indulatú autó, tehát annyi látszik, hogy hál' Istennek, hogy jó választás volt. Jól érzem volt. Magad benne? Én abszolút jól érzem magam benne, jó választás volt, jó indulatú autó, tehát ha nem beszél vissza. Igen, ha megtanulom úgy igazán jól kezelni, akkor lehet majd vele, én úgy gondolom, hogy jókat autózni. Tudsz gyakorolni? Van rám ott lehetőség? Hát, vagy megint meg kell várni a következő OB futamot, és majd csak akkor? Most szerintem meg fogjuk várni Miskolcot, aztán utána jön két murvás verseny, és arra mindenféleképpen fog kelleni, mert az teljesen ismeretlen nekem. Tehát oda nem szeretnék azért úgy oda menni, hogy az első kilométereken érezzük meg egyáltalán, hogy viselkedik az autó. Ráadásul ez a bükkfürdő murvás rész, ez egy elég tempós pálya, úgyhogy észen kell lenni, úgyhogy arra majd keresünk. Az egy külön kihívás lesz. Igen. Tehát ez egész év egy kihívás lesz, de állunk elébe, és hál' Istennek nagyon sokan segítenek, tanácsokkal, tapasztalatokkal, bármivel, úgyhogy nem lehet egy szavam se, nekem kell felnőni a dolgokhoz. Ha már itt tartunk a tanácsoknál, azért ezt tudod tapasztalni, hogy a gumik kiválasztásánál azért nagyon óvatosan kell bánni, hogy kire hallgat az ember, hogy sok minden eldőlhet. Igen. Én abban mondjuk megmondom, hogy szintén nem szoktam beleszólni, én a múltban sem szóltam bele soha igazából, azt mindig a pilóta döntötte el, hogy milyen gumi van, milyen guminyomással szeretne menni. Jó, csak hát murváson menjünk, az egy nagy kihívás, és akkor oda megfelelő gumit találni, stb. Az egy külön szakma, azt szokták néha mondani. Így van. Hát van, aki segít, akitől vesszük a gumikat. Most nem tudom, hogy mondjam, nem mondjam, reklám, úgy, nem reklám. Tehát segítenek akkor. Így van, tehát bármikor kérdésünk van. Hát egyelőre igen, aztán majd megpróbáljuk kitapasztalni. Jó, hogyha az életben nem jön be, akkor azt mondod, akkor köszi, és akkor majd mástól. Mikor lesz a miskolci verseny? Április utolsó hétvégéje. Akkor ebben a hónapban. Akkor viszonylag akkor itt van hamar. Hát ezen kívül 3 hét. Na hát akkor azt lehet mondani, hogy tulajdonképpen tel élményekkel fogsz beleülni, jó élményekkel, mert nem fog kihűlni ez a bronzérem okozta jó érzés. Egy-két apró megoldásra váló dolog van még az autón, de nem nagy dolgok, úgyhogy azokat igyekezzük minél hamarabb elvégezni, hogy ne úgy kelljen most mennünk a versenyre, hogy nem aludtunk a verseny előtti héten, csak 2-3 órákat, meg mit tudom én, tehát szépen nyugodtan, kipienten, időben szeretnénk mindennel elkészülni, nyugodtan bepakolni a buszt, a kaját, a bográcsot, ami nagyon fontos, úgyhogy így szeretnénk nekivágni, reméljük ott is jó idő lesz, és akkor, amit ahogy említettük, hogy mindig egy picit jobban, aztán meglátjuk, hogy ez hova lesz elég, de nem nyom minket abszolút a dolog. Szélyesen hogy készülsz fel? Kemény rockot hallgatsz, vagy éppen főzöl? Hogy hangolódsz rá a versenyre? Igazából nincs ilyen semmilyen. Most például kisfiammal tudtam lenni előtte, verseny előtt egy pár napot, az mindig feltölt, az mindig nagyon jó. Ő így a rally mellett a másik nagy szerelem az életemben, úgyhogy igazából ez így nekem elég. Barátok, haverok, akár egy kokartozás, egy mozi, egy jó fröccs, bármi. Tehát nincs bevált recept, hanem így ami épp ahogy van. És neked?
Nekem a műhely. Én a műhelyben dolgozom az autóval. Akkor ott is alszol néha éjszaka? Hát volt már rá példa, igen. És akkor ott úgy rátok hangolod, mikor verseny előtt már szorít az idő, és meg ezt meg kell oldani, azt meg kell oldani. És akkor ott vagyunk, és akkor... Azt szereted egyébként? Igen. Hogy egyre sűrűbb a feladat, a megoldásra igen. váró feladat? Szeretem így a, úgymond a kihívásokat, így minden. Most mi lesz Miskolcon? Most már oda fognak rátok figyelni az ötös kategóriában, vagy tovább arra is azt mondják, hogy malacotok volt, nem most már? Nem tudom, ezt a többieket kéne erről megkérdezni. Miskolcon nem biztos, de igen. úgy gondolom, hogy a két murvás verseny után már lehet, hogy... De már az akkor Miskolcon is ott kell lenni a toppot. Igen. Még Miskolcon még nem mondom, hogy annyira ott tudunk lenni majd, de utána év vége fele szerintem már egyre közelebb. Nézted már a pályát? Pályakiírást? Foglalkozom már vele, hogy hol kell menni, hol fogtok menni? Egyszer átfutottam, meg talán két gyorsaságit egyszer megnéztem így korábbi belső kamerás felvételekből. Egyelőre ennyi, aztán majd megpróbáljuk egy kicsit jobban boncolgatni a kérdést. Egyébként begyűjtötted már az összes ilyen pályáron begyűjthető belső kamerás képeket? Nem szoktam így gyűjtögetni, igazából a neten ezek megtalálhatók, tehát ha így valamire kíváncsi vagyok, akkor csak a neten beütöm a keresőbe, akkor... kiad egy párat, és akkor megnézem, hogy kiét akarom megnézni, vagy több emberét megnézem, hogy ez ilyen itinert írt, ez olyat írt. De nagyon nem szoktam ezeket így nézni, vagy így misztifikálni ezt a dolgot. Egy kicsit megnézem, hogy tudjuk, hogy mire számítunk, aztán úgyis végigmegyünk. Párszor fölírjuk, megnézzük magunknak. Viszonylag úgy jó a memóriám, tehát úgy a nagy részét úgy be tudom memorizálni. Aztán ennyi. Ez amúgy milyen? Ez is kanyargós, jó kis, ugye? Jó, felhordásos részek is vannak benne, úgyhogy izgalmas lesz. Lehet izzadni akkor, ugye? Lehet. Ez is egy jó kis versenypálya lesz, ahol figyelni kell, észre kell lenni. Egyébként ezt erősségben hová sorolnád? Hát Egertől talán egy picit erősebbre. Igen? Nekem Miskolc. Nem tudom miért, ez amúgy szerintem párosa válogatja, de valamiért nekem Miskolc mindig egy picit nehezebb, mint Eger. Na hallod, akkor még többet kell hát akkor. Egy picit följebb kötjük a nadrágot, aztán ennyi, tehát nem lesz most, ezzel probléma, remélem. És akkor most hogy készülsz? Akkor egyelőre nem készülsz se, hogy a Miskolc rallira? Egyelőre nem, szerintem jövő héttől elkezdünk az autóval foglalkozni, megy az élet. Az mit jelent? Azt tudom, hogy a Karcsi bemegy a ja, nem, műhelybe. Én is bemegyek, amikor a munkám meg időm meg engedi. Én is bemegyek, tehát aktívan részt veszek én is ebbe a dologba. Bár... De akkor nem lehet vele ülni és menni egy kört valahol? Hát éppen bele lehet. Hát rendszámos, papíros biztosítás van rajta, tehát igazából lehetne, de nem nagyon szoktuk így, hát hangos, itt nem, tehát lakott területén nem igyekszünk nem zavarni vele a környékbelieket, tehát néha így is előfordul, hogy be kell indítani, vagy valami, de nem akarjuk ott magunkra haragítani a De nem szóltak embereket. Hát nem szóltak, de nem is nagyon erőltetjük épp ezért, úgyhogy mondom, nem hiszem, hogy fogunk vele menni. Lehet, hogy egy ilyen rövidebb tesztre majd futóműállítás után egy picit úgy megnézzük, hogy lehet, hogy a mostani beállításokon egy picit változtatunk, és akkor azt megnézzük, hogy úgy viselkedik az autó, de nem tervezünk semmi különösebb tesztet, vagy mizériát, vagy bármit. Azért a naptárban gondolom be van pirossal karikázva Miskolc futam is. Persze, ez összes, várjuk mindegyiket. Összes? Persze, mindegyiket nagyon várjuk. Aztán meglátjuk, hogy mi sül ki belőle évvégére. Na hát, ugye rajtatok múlik, meg az autó, mert csak egy autó van, tehát arra azért vigyázni kell. Hát kíváncsi, várjuk, hogy mire lesztek így együtt képesek. Azaz egy rutinos navigátor és egy pályakezdő? Hát mondhatjuk ezt, én nem szégyellem ezt abszolút. Tehát mindenki elkezdte valamikor, valóban nyilván jobb lett volna 20 évesen elkezdeni, és akkor... De hát még fiatal vagy, tehát még lehet egy jó 20-25-30 éved. Abszolút. Tehát még akár eljuthatsz oda is, hogy a rally egyben arra fognak beszélni, hogy lehet, hogy az abszolút győzelemre és esélyesek között fognak számot tartani. Hát a profit a szóval belőled, de azért erre igen kicsi esélyt látok. Tehát azért ott, akik mennek az elejébe, azok tényleg azért olyan szinten felkészült srácok, hogy 15 év múlva le a kalappal, maximális respekt nekik, úgyhogy nem feltétlenül törünk ilyen babérokra,
Jó. Tényleg annyi mi a lényeg, célod jól érezzük. Az, hogy jól érezzük magunkat. Csak ennyi? Legfőképpen tehát úgy, mikor neki vágtam, hogy nem is rallipilóta leszek? Legfőképpen igen, hogy jól érezzük magunkat. Aztán, ha van eredmény, nem baj, tehát most nem azt akarom mondani, hogy ez egyáltalán nem lényeges, vagy nem foglalkoztat. Mondom, nagyon jó érzés volt, most ez így, hogy ez így elsőre összeállt, tehát nagyon klassz volt, de nem, ez elsődleges, de ha megvan mellé ez is, akkor nagyon örülünk ennek is. Közárásként magas tettétek a lécet, ugye az új navigátor rögtön ugye a harmadik helyen végezte az ötös kategóriában, és mehez fognak téged mérni. Sok sikert kívánok hozzá. Köszönjük szépen. További sportosat.